Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Ember Nor vagyok, ez pedig az Oldalvonal legújabb része. Már az autóban hamarosan indulok is a Vasas Jégcentrumba, hiszen a mai este folyamán rendezik majd az idei Jégkorong Magyar Kupa döntőt, ahol nem más, mint a Budapesti Jégkorong Akadémia csapata játszik majd a fehérvári AV19-el és a Volánnal. Abszolút izgalmas mérkőzés következik, és hát mindenképpen meg kell jegyezni azt is, hogy az esélyes a mai mérkőzésnek egyértelműen a Volán, ugye, akik az Osztrák Ligából érkeznek, és hát a Jégkorong Akadémia tegnap azért egy kisebb bravúr bemutatva a Ferencváros fektette két vára, és így érkezett meg a döntőbe. Ugye sokan a Ferencváros-Volán párosítást várták itt a döntőbe, ez sajnos nem jött össze, de azt gondolom se baj, mert így is nagyszerű hangulat várható majd. Ha jól tudom, Fehérváron rengetegen fognak eljönni a mai meccsre, úgyhogy biztos, hogy jó hangulat lesz. Ami nagyon fontos még szintén, hogy a fehérváriak ugye amennyiben ma győznek, úgy ismét be tudnak tenni egy Magyar Kupa trófeát hosszú idő után a vitrínbe, vagy pedig a Jégkorong Akadémia, hogy megvédi a címét és duplázni tud, úgy is mondhatjuk, úgyhogy nagyon izgalmas ez a mai döntő. Én megmondom őszintén, egy gólzáporos mérkőzésre számítok, már csak azért is, mert azért a két liga közötti különbség, meg az elmúlt meccseket nézve azért a Volán mondjuk úgy relatív jó formában van, és azért egy ilyen 3-4 gólokat szokott ütögetni, és hát a Jégkorong Akadémia tegnap azért 3-1-re győzött a Fradi ellen, azt gondolom, hogy onnan azért, hogyha egy 2-3 gólt át tudnak hozni, akkor egy ilyen 6-7 gólos mérkőzés is simán lehet ez a mai, úgyhogy bízom benne, hogy egy jó mérkőzést láthatunk majd a kilátogató szurkolókkal a Vasas Jégcentrumban. Egy biztos, én már késésben, hát mikor máskor, ha nem ma. Nincs más hátra, mint hogy a feliratkozás és a mindenféle más elérhetőséget megtaláljátok majd itt lent a leírásban. Most nincs is másra idő, úgyhogy indulunk is, gyertek, tartsatok velem, meglátjuk, hogy a Volán, vagy pedig a Jégkorong Akadémia hódítja el a 2024-es Magyar Kupa kiírást, melyikőjük lesz a győztes, úgyhogy izgalmas lesz, gyertek, tartsatok velem, és ahogy mondtam korábban is, a hangulatra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Bízom benne, hogy egy igazi kupadöntős hangulat vár majd minket a Vasas Jégcentrumban, úgyhogy indulás, káposztás megy erre! Thank you.
Magyar Kupa döntő, melyen a Budapesti Jégkorong Akadémia a Hidrófehérvár AB 19-szer mérkőzik meg. Meglátjuk, hogy melyik csapat szerzene a következő Magyar Kupáját az idei évben. A few moments later. Megszerződést a Volán hári góljával lejtulla a mérkőzés 5. percének végén. Ez a Fehérvár. Elkezdődött már a kupa döntő, és már gól is van, 1-0 veszett a Volán hári góljával. 8 perccel teledik az első harmadból, és hát a Volán agilisabban játszik. Sokkal több lehetőség van a fehérvári csapatnak, éppen most jön Zitzer, és óriási blokk. Tehát sokkal jobban játszik egyelőre a fehérvári csapat, és vezetnek egyelőre 1-0-ra. A szurkolás fantasztikus a Volán részéről, de a rozsomák is szurkolnak, ugye ők a Jégkorong Akadémia szurkolói csapata, ők is nyomják azért, de hát a Volán sokkal hangosabb ezen a meccsen. Ami nagyon érdekesség egyébként, hogy rendkívüli izgalmakkal indult a meccs, mind a két oldalon volt két-két nagy helyzet, de azóta inkább a Volán birtokolja többet a pakkot, sokkal többet vannak ők az ellenfél támadó harmadában. Abszolút izgalmas a meccs, most várjatok egy hiba, de Roál jön és tisztáz, most már ugye a nevét múltkor írtátok, hogy hogyan ejtsem helyesen. Szóval így állunk jelenleg, egyre ez a Volán izgalmas eddig az első harmad, várjatok lövés lett, Szabó óriási blokkal szerzi meg a korongot a Volántól, de így megyünk tovább. Van hátra még 9 perc az első harmadból, bocsánat, 11 perc, 9 ment el, úgyhogy nincs más hátra, jön az első harmad, gyertek, tartsatok velem, és hajrá Magyar Jégkorong, reméljük, hogy egy izgalmas döntőt láttunk ma itt, a Vasas Jégcentrumban. A few moments later. Let's go! 3-0-ra vezet a Volán! 9 perc amíg át az első harmadból, ez így nagyon-nagyon-nagyon nagy osztálykülönbségnek tűnik. Súlyabb gól öröm a Volán szurkolóktól! És 3-0-ra vezet a Volán, 9-0-5 a hátra, és időt kér. Ott a gól, 1-3, és 5-4-ben van hátra az első harmadból. Akkor ez a gól abszolút, hogy kiértett tőle a mérkőzés teljes mértékben. Ezzel szép így tehát pályaválasztó Jégkorong Akadémia. A Volán ellen 1-3, nagyon sok van még hátra a mérkőzésben. Az előző gólt a videóíró a Kiskenyelben játékvezető, valamilyen szabálytalanságot nézne, hát meglátjuk, hogy mi lesz a döntés. Cerca
érkeznek a játékvezetők, gól, megadják a találatot. 3-1 a mérkőzés állása innentől kezdve, és a hátulítő 5-1-3. A few moments later. És gól, a gól, azonnal válaszol a volán. 20 másodperc nem telik el, és újabb fejvári találat. 4-1-re vezet már a volán a Jégkor Akadémia ellen, de most a Ségcentrumban a Magyar Kupa döntőjében. És abszolút látszik azt, hogy a volán ma nagyon éles ezen a meccsen. A gólszerző Magosi Bálint. És jön a gólöröm. Kicsi vagyok, ha megrövök, belém rúgok. Meg, ennyi nem elég. 5 gól, 15 perc alatt, 4-1, innen fordulódik a döntő. Megyek a újabb kiállítást tértek a bírák. Most viszont emberelőnybe fog kerülni a volán. Akadályozásért kettőben is kiállítás. Jégkorok a lövés támolról! Roá, véd, kiüti! És itt ér véget az első játékrész. Egy harmad után 4-1-re vezet a volán. Úgyhogy azt kellett mondanom, egyelőre a Fejvári csapat uralja a játékot, de adott életélet magára a Jégkor Akadémia is. Izgalmas két harmadon még hátra az idei Magyar Kupa döntőből. Meglátjuk, hogy volán növeli az erőt a második, vagy pedig lezárkozik a Jégkor Akadémia. Kezdődött már a második harmad is itt a Magyar Kupa döntőben, ahol az állás 4-2 jelenleg, hiszen szépített a Jégkorong Akadémia egy buli után, azonnal letett korongot lőtték be Roának, és ezek csökkentették a különbséget 3-2 góra, és jelenleg így 4-2-re áll a mérkőzés. Hát azt kellettek mondanom, izgalmas meccs, rengeteg ütközés, rengeteg párharc van, és hát ami a legfontosabb szintén, hogy azért az elején ez a gyors gól teljesen megváltoztathatja a játék képét, simán benne van az is, hogy ha lő még egy a Jégkorong Akadémia, mondjuk egy 10 percen belül és nem kap, 4-3-mal lenne az utolsó bő fél órára, azért sokat tudna változtatni a játék menetén és a képén, úgyhogy izgalmas lesz. Ami szintén fontos, ugye, hogy már 3-0-ra is vezetett az első harmadban a volán, és ugye innen először tudott szépíteni egy érdekes góllal a Jégkor Akadémiát, meg is videóztak, sokáig nézték a bírák, de végül megadták a találatot. Ezután pedig ugye jött a következő volán gól, 25 másodpercen belül, egy nagyon szépen kijátszott helyzet végén növelte előnyét újra vissza a volán 3 gólra, és így is lett vége az első harmadnak, ahol emberelőnnyel kezdett amúgy a volán, egy percig előnyben volt a fehérvári csapat, ám nem tudtak gólt lőni a volánosok, és hát végül is úgy alakult, hogy ezután az emberelőny után úgy jött egy buli, hogy azt a Jégkor Akadémia góra váltotta a buliból elhozott korongot, és jelenleg most így 4-2 van, ugye Sági Marti lőtt, ha jól emlékszem, a második gólját a Jégkorong Akadémiának, rengeteg idő van még hátra, a második harmadból 3 perc ment el,
úgyhogy nagyon-nagyon sok minden van hátra, és ami szintén nagyon fontos, újabb volán emberelőny jön, úgyhogy nézzük, hogy a volán góra tudja váltani ezt az emberelőnyt, gyertek, tartsatok velem, sok sikert mindenki csapatnak, és hajrá Magyar Jégkorong, itt a Magyar Kupa döntőben, a Vasas Jégcentrumban. Egy perc van hátra a második harmadból itt a Magyar Kupa döntőn, a Vasas Jégcentrumon, eszméletlen hangulat van mind a két szurkolótáborra, nagyon jó hangulatot hozott el ide a Vasas Jégcentrumon magával, tényleg eszméletlen kupadöntő hangulat van, és azt kell nektek mondani, hogy a mérkőzés egyre izgalmasabb, egyre pikkásabb, egyre tüzesebb, rengeteg ütközés kezd lenni a pályán, rengeteg párharc van, és ez a második harmad nagyon-nagyon mondjuk úgy fizikális egyelőre, rengeteg az ütközés, több a kiállítás is ezáltal, főleg a Jégkorong Akadémia játékosait állítja ki a játékvezetés sportársak, és hát az ítéletek nagy része jogos, érződik azért a sebességkülönbség általában a két csapat között, de az állás 4-2, és benne van az, hogy itt még a Jégkorong Akadémia akár, hoppá, vártak lövés, rovávén, benne van még akár az is, hogy a Jégkorong Akadémia lő még egyet 4-3-ra visszajönne, hát nagyon nyílt lehetne a mérkőzés, nagyon izgalmas egyedül ez a második harmad, 4-2 az állás, de azt kell nektek mondanom, hogy abszolút ebben a harmadban sokkal jobban játszik a Jégkorong Akadémia, mint az elsőben, simán benne van az, hogy találnak még egy gólt, vagy lőnek egy még egy gólt, kinek hogy tetszik jobban, és akkor már nagyon közel lehet akár a döntetlenre való visszahozása a meccsnek. Kicsit úgy érzem, a volán most egy picit dekoncentráltabb lett, rengeteg lehetőséget lőnek mellé, puskásznak el a volán játékosai, hát ha ezt sikerül javítani, akkor azt gondolom, hogy a volán ezt a meccset meg tudja oldani, de nagyon izgalmas a meccs, tényleg jó az a második harmad, meglátjuk, hogy lesz-e még gól, gyertek, tartsatok velem, majd rá Magyar Jégkorong, és sok sikert mindenki csapatnak a mai kupadöntőn, itt a Vasas Jégcentrumban. Gól. Nagyszerűen jött a hosszon, ami eszméletlenül jó bemozdulást illet Mihály részéről, és gyönyörűen tette el a pakot Farkas mellett, és így a volán 5-2-re növeli az előnyét, 6 perc 14-jel a második harmad vége előtt, hát így azért ez nagyon nagy lépés már a volánnak a kupa győzelem felé. Kicsi vagyok, ha megjövök felé. Kettő a volánnak, 6 perc, 12 van hátra a második bolisztúrá, hogy a volán a pakkor, és már is vannak a Jégkorong Akadémia kapja mögött. Eszméletlen 6-2, ember hátrányban növeli az előnyét a volán, nagyon eldőlni látszik a kupa döntő. Yeah.
kb. 19, és a jégkora 6. a múl után Fogyoti kapus cserél, és érkezik Farkas negyed is a kapuban. Mihály repül be a kapuba. A bolá helyzet kialakulóban. És véget ér a második harmad, és hát golzápor lett a végén ez is. 2-2-re vezet a Fehérvár a Jégkorong Akadémia ellen, és hát eléggé eltörni látszik a kupa sorsa, de van még egy harmad, bármi lehet a Jégkorongban meg főleg, úgyhogy innen megyünk tovább hamarosan, addig is Jégkorong Akadémia, Nyidró-Fehérvár AB 19, 2-7, 2-3 játék után. És elkezdődött a harmadik harmad, a Burit a volán hozta el, 7-2-ből megy tovább a mérkőzés. Perc telt el a harmadik harmadból, és az állás 7-2 a Fehérvár AB 19 és a Volán javára a BJA, vagyis a Budapesti Jégkorong Akadémia ellen, és hát eléggé nagyra nyílt már az óv ezen a mérkőzésen, és eléggé úgy tűnik, hogy várjatok, nagy helyzet! Óriási védés Kistől, kapu elmozdul, és megáll a játék, sőt, van egy kis kakaskodás Atkinson, nézzétek, ti is itt vannak. És Teslenkó között. Szóval 7-2 az állás jelenleg, és magabiztosan őrzi előnyét a Volán. Ebben a harmadban is agilisabb a Volán, több lehetősége van a fehérvári csapatnak, de egyelőre nem lőtték még meg a gólt ebben a harmadban. Kérdés az, hogy rámennek esetleg a 10-re, mert benne van a pakliba, bár lehet, hogy ennyiben fog maradni ez a mérkőzés. Nyilván attól is függ, hogy a Jégkorong Akadémia mit fog vállalni, mit fog kockáztatni ezen a meccsen, azért azt el kell mondanom nektek, hogy látszik a sebességbeli különbség a két csapat között. Óriási különbség van, ez abszolút kijön a pályán, mind sebességben, mind pedig tudásban, azt gondolom, hogy a Fehérvár jóval az ellenfele fölé nő a mai mérkőzésen, és hát várjátok újabb pakjáratás, és előttem egy ütközés, ahol Atkinson elhozza Teslenkó ellen a pakkot, folytatódik az ő kettőjük harca, és megy tovább a játék, egyelőre nincsen gól, 14 perc van hátra a döntőből, én szerintem lehet még gól ebben a harmadban, kérdés, hogy ki lövi, és meglátjuk, hogy lesz-e 10-e a Fehérvárnak, mert ha őszint akarok lenni, benne van a mai meccs, hogy a Fehérvár 10-et is lőhet akár, mert nagyon éles, nagyon játszik a Volán. És ops, várjatok lövés, óróvá, óriási védés. Szóval így megyünk tovább, gyertek, tartsatok velem. Ettől függetlenül mindenki csapatnak sok-sok sikert kellene a mai mérkőzésre. Sajrá Magyar Jégkorong, jön a kupadöntő. Utolsó 13,5 perce innen a Vasas Jégcentrumból. Az utolsó pillanatában úgy tűnt, hogy Rohan megfogja a pakkot, de valahogy bebukfencezett az, és így szép itt a Jégkorong Akadémia 3-7-re változtatva a mérkőzés állását. 11 perc a hátra, bravúr lenne, de hát miért ne sikerülhetne, négyet kell lőni még mondjuk. Meglátjuk, hogy sikerül nekik, de ettől függetlenül ez egy szép gól volt itt, mert valahogyan csak bebukfencezett az a korom. A gólszerző, hogy jól láttam, nem akarom utaságot mondani, de talán Vikilla volt. A lényeg az, 7-3 az állás, innen menjünk tovább, 11 perc, 0-8 van hátra, kíváncsiak, hogy lesz-e még gól. 6 perc 40 van hátra a mérkőzésből, és
szépített ugye az előbb nem is olyan régen a Jégkorú Akadémia, és most 7-3 az állás. Nyomna a Jégkorú Akadémia jobb ebben a harmadban, a budapesti csapat sokkal több lehetősége is van, de nem tudják meglőni a negyedik gólt, mert tényleg azért belátható távolságra tudnának valamilyen szinten kerülni. Továbbra is 4 gól van a két csapat között, az idő pedig végigszesen fogy. Itt tényleg az a halovány remény is, hogy esetleg valahogyan visszakapaszkodni és elillanni látszik. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a hangot. Továbbra is nagyszerű, fantasztikus mind a két szurkoltábor, de hát a Volán szurkolók már majd, hogy nem ünnepelnek, hiszen azért már félkézzel fogják azt a kupát. Én azt gondolom, hogy nagyon jó döntő volt, már most ezt kijelenthetjük, hiszen 10 gólt láthattunk, és tényleg szebb-nélszebb megoldások is voltak. Még van hátra 6 perc, hát reméljük, hogy még lesz emelt a 10 mellett akár még 1-2 gól, mert tök jó lenne, ha láthatnánk még gólokat. De azt kell mondanom, hogy azért tényleg a különbség kijön a két csapat között, érződik azért ez. Ez a Jégkorong Akadémia hibáit szinte azonnal megbünteti a Volán, és azért ez érződik, hogy azért az osztrák ligában ugye nyilván ott hozzá vannak szokva azért ezek az a kemény párharcokhoz a Volán játékosai. Izgalmas mérkőzés, van még hátra 5,5 perc, meglátjuk, hogy lesz-e még gól. Hopp, egy lövés, Roáról lejön, és úgy látom, hogy talán Edkinson tisztáz. Úgyhogy innen megyünk tovább, gyertek, tartsatok velem. 5,5 perc a hátra a 2024-es Magyar Kupa döntőjéből, innen a Vasas Jégcentrumból, a Fehérvár és a Budapesti Jégkorong Akadémia mérkőzéséről. Látunk még gólt, a 10-nél jön még egy eszméletlen, micsoda breakaway gólt, és Edkinson nagyon szépen, gyönyörűen elvitt a kapus mellett, és belövi, és ezzel 8-3-ra vezet a Volán, 4 perc 31-el a mérkőzés vége előtt, volt a típus egyéni villanás, és jön a megszokott gólöröm zene a Volán szurkolóitól. Három az állás, eszméletlen milyen döntött látunk. A gólszerző pedig Josh Edkinson.
Hát véget ért a mérkőzés, sikerült hazaérni a nagy hidegből, mondhatjuk úgy, azért mérkőzés végére eléggé lehűlt már levegő kint is, bent is egyaránt. A lényege nem változtat, és győzött a Fehérvár AV 19, méghozzá 8-3 arányban, 11 gólos döntő, eszméletlen, számítottam rá, hogy sok gól ez, hogy ennyi annyira még én sem. Nagyon jó mérkőzés volt, rengeteg hiba volt egyébként, melyeket a volán főleg kíméletlenül meg tudott büntetni. Volt egy gyönyörű szép emberhátrányos gól Mihály részéről, aki egyébként a mérkőzés MVP-je lett, tehát hogy gratulálok neki. Tényleg fantasztikus mérkőzés volt, nagyszerű hangulattal, nagyjából egy ilyen 1600-1800 ember lehetett a Vasas Jégcentrumban, úgyhogy tényleg nagyszerű hangulat volt ezen a Magyar Kupa döntőn, és végül is a papírforma igazolódott be, és a volán elhódította az újabb Magyar Kupát a gyűjteménybe. Azt gondolom, hogy nem lehet oka szomorkodásnak a BIA-nak, hiszen azért megnézzük a két csapat között, a két liga közötti különbség, minőségbeli, sebességbeli különbség, abszolút azért mondhatjuk úgy, hogy predesztinálta azért a volánt arra, hogy megnyeri ezt a Magyar Kupát az idei évben, és ha tényleg a volán bele is állt, minden be is jött, tényleg szebbnél szebb gólokat szereztek a fehérváriak, és azt gondolom, megérdemelten hódították el a Magyar Kupa trófeáját. Én tényleg nem tudok már nagyon mit mondani, hiszen a vlog az szerintem eszméletlen jó volt, ennyi góllal, ennyi gólörömmel, tényleg nem is gondoltam, hogy ilyen sok gólt fogok tudni rögzíteni, de most ez megtörtént, és nagyon örülök neki, hogy ott lehettem a mérkőzésen. Külön köszönöm a meghívást egyébként a Magyar Jégkorong Szövetségnek, akik meghívtak erre a döntőre, és egyébként meghívtak majd az olimpiai selejtezőre is, és majd a spanyolok elleni első mérkőzésre ki is fog majd látogatni a Tüskecsarnokba. Ti is tegyetek majd így, és gyertek el, biztassátok majd a Magyar Jégkorong válogatottat, hogy sikeresen vessék ezt az olimpiai selejtezős kört, és egy lépéssel közelebb kerülhessenek majd a következő téli olimpiához. Úgyhogy mindenképpen érdekes lesz majd az a torna is, és itt a spanyolokkal, a litvánokkal és a japánokkal fogunk majd meccselni. Én bízom benne, hogy a spanyolok ellen egy jó gólgazdag győzelemmel fogunk tudni kezdeni, mint amilyen gólgazdag volt ez a mai döntő is. Egyébként, amit nagyon fontos elmondani még, hogy azért azt is ki kell emelnünk, hogy hát azért mondjuk úgy, hogy a sebességkülönbség volt az, ami szerintem leginkább döntött, érezhetően sokkal gyorsabban járatta a pakkot a volán a mérkőzés túlnyomó részében, sokkal többet voltak az ellenfél támadó harmadában, és ezek mind a volán ma már hajtották a vizet, és hát nyilván ugye ebből adódóan sokkal több lehetőség is volt a volánnak a gólszerzésre, és hát azt kell mondanom nektek, hogy tényleg nagyon sokan találtak be, Magosi is lőtt gólt, ha jól emlékszem, Hári kezdte meg a gólgyártást, tehát tényleg talán 5 játékos is gólt szerzett a mai napon, csak a volánból, eszméletlen szám. Nagyszerű hangulat, azt gondolom, hogy eszméletlen volt ez így átélni. És hát reméljük, hogy a következő évben már, akár ha úgy alakul, Fehérváron az Alba Arénában lesz majd a döntő. Hát azt gondolom, hogy a Fehérvár hazai pályán védhetni meg a címet, garantált, hogy majd hogy nem egy teltházi összeget akár arra a döntőre, úgyhogy mindenképpen izgalmas lesz. Én viszont köszönöm a mai kitartó figyelmeteket, egy nagyon jó vlogot hoztunk össze, azt gondolom a játékosokkal, mert tényleg minden nagyon szuper volt. Még egyszer köszönöm szépen a meghívást a Magyar Jégkorong Szövetségnek, találkozunk majd az olimpiai selejtezőkön is, és veletek pedig majd találkozunk a következő vlogban, ami egyelőre, ha minden igaz, jégkorong lesz, de majd lesz Európa Konferencia Liga és a Ferencvárossal, és majd a magyar válogatott is a labdarúgásban, úgyhogy lesz itt mindenféle jó ebben az évben, és hát a legfontosabbat ne felejtsük el, lesz EB vlog, méghozzá mind a 3 csoportmérkőzésről. Na de ez még a jövő zenéje, úgyhogy találkozunk a későbbiekben is, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, szép estétek, iratkozzatok föl, kövessetek be, mindent megtaláltok majd lent a leírásban, most nem is húzom az időt, köszönöm szépen a kitartó figyelmet, 11 gólos mérkőzésen, fehérvári siker, kupagyőztes, a Fehérvár AV 19. Sziasztok!